A Csíkszentmártoni Sasfészekben első alkalommal szerveztek termésünnepet helyi civilek. A rendezvény a helyi termelőknek kíván teret biztosítani, ugyanakkor lehetőséget nyújtott a termelők és kézművesek számára a találkozásra, tapasztalatcserére is. Nekem adnak egy poharat, kapjam majd be. A kézzel préselt almalé és annak készítése aratták a legnagyobb sikert a gyerekek körében a Csíkszentmártoni termésünnepen. A kézműves sasfészek udvarán szervezett termésünnepen gyerekeknek szánt foglalkozásokkal, szakmai előadásokkal, termelői vásárral, magbőrzével várták az érdeklődőket. Meghirdettük, hogy lehet jelentkezni, ne legyen sértődés, hogy valakit esetleg kifelejtünk. Virágokkal vannak többen, meg terményekkel, és a helyi termelők. A helyi termelők évről évre egyre különlegesebb és finomabbnál finomabb termékekkel érkeznek a vásárokba. Mézbe érlelünk különböző virágszirmokat, fenyőbojtót, kakukkfüvet, bodzát, ibolyát. Mindeniknek gyógyhatása van, tehát hogy azon kívül, hogy nagyon finom, mondjuk langyos tejába, vagy langyos tejbe, azon kívül gyógyhatása is van mindegyiknek. A helyi Tivai Nagy Imre szakközépiskola terményből készült kiállítással és kerti zöldségekről szóló játékokkal érkezett a termésnapra. Nekünk mindenből van egy kis parcellácskánk, sokat nem termelünk semmiből, de mindenből van egy kicsi, és ami megterem az iskola kertbe, abból készítünk lecsót, savanyúságot, csalamádét, a ribizliből szörpöt. A rendezvényen befőtteket, szörpöket, mézeket, virágokat is vásárolhattak az érdeklődők, de vetőmagokat is cserélhettek, akik már a jövő tavaszra készülnek. A Csíkszentmártoni sasfészek kézműves udvar azok találkozó helye is, akik hasonlóképpen gondolkodnak a természetről, a fenntarthatóságról és a kert megműveléséről.